2020. december 31. Szilveszter, Szent Szilveszter pápa ünnepe, a polgári év utolsó napja, az új év vigiliája. Népszokás, regős járás, kenyérsütés, délutántól ünnepi készülődés, éjféltől napkeltéig mulatozás, termékenység varázsló időjelző nap, tilos a mosás, teregetés, mert az valaki halálát hozza. Tilos a szemetet kidobni, takarítani, mert kiöntjük vele a szerencsét a házból. Csízió Szilveszternek vidám napja, éves vágás záró napja. Disznótorát ki megüli, szerencséjét is megleli. Napos reggel, szeles éjjel, jóbor hírét rontja széjjel. A keresztény üldözés utáni első pápa Szent Szilveszter emléknapja az év utolsó napjaként mindig is számvetés idejének számított, mind gazdasági, társadalmi, mind egyéni szempontból. A délelőtti, ritkábban kora délutáni hálaadó Szentmisén ugyanúgy megtelt a templom, mint a karácsonyi ünnepek alatt, hiszen a hívők ezúton mondtak köszönetet az egész évben nyert kegyelmekért. Az egész nap ünnepnek számított, akár csak egy vasárnap. Nehéz vagy piszkos munkát nem végeztek. Ellátták az állatokat, a gazdaasszonyok pedig az ebéd mellett a vacsorához készültek. Az esti ünneplés leginkább családi körben történt. Beszélgetve, kártyázva, televízió mellett, akinek már volt, várták az éjfélt, az új esztendő beköszöntét. Ilyenkor nem rendeztek mulatságot. Esetleg szűkebb baráti kör jött össze vacsora után, hogy közösen ünnepeljen. Az úgynevezett házi bulik és a bálózás divatja helyen csak lassan terjedt. Vacsorakor disznótoros fogásokat fogyasztottak, mivel a disznó a házhoz túrja a szerencsét. Toroskáposztát, sült kolbászt, Húrkát, rántott húst ettek törött krumplival, savanyúsággal. Édesség kevesebb került az asztalra, mint karácsonykor, leginkább a hájas leveles tésztából sütött mákos, diós, lekváros batyukat kedvelték. A kész süteményt alaposan megporcukrozták, mert az alaptészta cukor nélkül készült, hogy kellő mennyiségű só hozzáadásával pogácsát süthessenek belőle. A tepertős pogácsa szintén a kedvencek közé tartozott, de vajasat, később sajtosat is készítettek. Éjfélkor egy másodpercre lekapcsolva a villanyt, jelképesen véget vetettek az évnek, azután minden családtaggal kocintva kívántak egymásnak boldog új évet. Máshol tüzet gyújtottak. Az ártó szellemek elűzését szolgáló zajkeltés régi szokásából, az eredeti jelentés ismerete nélkül ugyan, de megmaradt a durogtatás szokása, amit lyukas kulcs segítségével főleg a kamasz fiúk végeztek, illetve a fegyverrel legálisan rendelkező vadászok lőttek néhányat a levegőbe. Szilveszter és új év napján, valamint a két napot összekötő éjszakán még a közelmúltban is többféle szokás élt a magyar néphagyományaiban, és néhány helyen él még ma is. E napokhoz kapcsolódott például a téltemetés, a télkiverés, a gulyafordítás és a szűz gulyahajtás szokása. Néhol e napokon volt szokásban a kántálás, sok helyen pedig a különféle a gonosz hatalmak előzését, az óév kiűzését szolgáló zajkeltő szokások. Kolompolás, csöngetés, ostorpattoktatás éltek. Szilveszter és új év napjához sok mágikus és elhárító praktika, szerelmi, halál és időjósló szokás, szerencse és bőség eljárás is kapcsolódott. Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek célja az, hogy biztosítsa a következő esztendőre az emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány szaporodását és a termésbőségét. A két nap szokásai és hiedelmei gyakran azonosak. A moldvai csángok szokása a helygetés. A búza élettörténetét mondja el a mag elvetésétől a kenyér elkészültéig. A helygetés célja az új esztendőben a gabona, a kenyér mágikus úton való biztosítása. Résztvevői legények, akik elsősorban a lányos házakat keresik fel. A mondókát ostorok csattogása, harangszó, furuja, dob és a köcsök dudához hasonló bika hangja kísérte a szilveszteri időjárás jóslás az aznapi időből történt. Északi szél hideg, a déli enyhetelet jósol. Ha szilveszter éjszakáján esik az eső, reggel pedig fénylik a nap, akkor nem lesz jó termés. De ha egyforma éjszaka és reggel az időjárás, akkor bő termés várható. Szilveszteri szokások Fontos a zajkeltés, kongatás, kongózás, csergetés, pergőzés. Óesztendő elkergetése, gonoszok elűzése, gulyafordítás, állatok felébresztése, hogy a másik oldalukra forduljanak, ezzel biztosítják az állatok egészségét, szaporodását. Óév kiharangozása, újév énekkel köszöntése, Éjjel gombócfőzéssel, ólomöntéssel tudakozódtak a lányok jövendőbeliük neve és foglalkozása iránt. Időjóslás Északi szél hideg, a déli enyhetelet jósol. Köszöntők A fiúgyermekek legények óév estéjén, új év hajnalán jártak köszönteni. Bőséges, jó egészséget, szerencsét kívántak a következő esztendőre, amiért jutalmat kaptak. Az esteli harangszónak gilingalangója hirdetgeti, hogy az évnek itt a fordulója. Azért friss, jó egészséget, bort, búzát és békességet adjon Isten bőven az új esztendőben. Óévi szokás a harsoktatás. A fiúgyermekek óesztendő délutánján indulnak el, kettőtől hat fős csoportokban. Általában 10-től 18 éves korukig, Szereplők, ó pap, a ház előtt el, mondja el szilveszter történetét, majd jót kíván a ház lakóinak, engedét kér a bemenetelre, majd együtt énekelnek a többiekkel. Harsoktatás további szereplői, minden verszak a végén ostorral pattogtatnak, majd a házban együtt énekelnek a pappal. Másik szokás ilyenkor a kecskemaszkos játék. Szilveszter estétől új év reggeléig járnak a kecskével. A kecskét eladásra kínálják, táncra bíztatják, majd tánc közben összeesik, de furuja szóra ismét feléled. Ez a helygetés. Sok családban szokás ezen a napon a szerencsepogácsa sütése. A legjobb nap ez a gazdaság, gazdagság varázslásra, gazdaggá teszi az új esztendőnket, ha ilyenkor pénzt találunk. Azt tartják, a szilveszteri álom beteljesedik, így nem ulassuk át az égész éjszakát, hanem hagyjunk időt egy jós álomra is. Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük majd a következő évet. A szilveszter éjjelén megfájduló fog, valaminek a halogatását jelöli, amit már nem szabad tovább görgetnünk az új esztendőben. Éjfélkor az állatok tudnak beszélni, és elárulják, hogyan bánik velük a gazdájuk. A gazdák éjfélkor vizet húztak a kútból, amelyet aranyvíznek neveztek. Aki ivott belőle, arra gazdagság várt. Tilos volt kölcsön kérni és kölcsön adni bármit, beleértve a pénzt vagy a használati tárgyakat is. Aki korábban kölcsön kapott valamit, új évnapjára visszaadta a tulajdonosnak. Az év utolsó napján a szerelemjóslásnak is fontos szerepe van. A leányok galuskába, gombócba vagy más nyers tésztaféle közepébe apró papírokat raktak, amelyeken egy-egy férfi név szerepelt. Pontban évfélkor bedobták a forró vízbe, az elsőnek felbukkanó férfi név leendő párjuk nevét árulta el. Nem jövendőbeliükről, hanem a férjhez menetelükről adtak hírt a malacok. A lányok kiszaladtak a disznóhoz, megrúgták az ól falát, s ha a disznók röfögtek, biztos volt, hogy az új évben fényhez mennek. Csillagvilágot alkotó, hívő nép kegyes világa, mindenség drága váltsága, hallgas meg, Jézus, esd a szó. Te, hogy sátáni cselszövény, földünk ne roncsa, holdbeteg világnak gyógyírül jövél, mert kényszer űzött, szeretet. És hogy minden vétket engesztelj, mit ember hordozott, jössz szűz szentéből, áldozat, s magasba szállsz a keresztel. Mert nagy, tündöklő glóriád, neved, mihelyt, ha megkondul, egek és föld és alvilág, ilyet reszketvet vetérdre hull. Esdeklünk, kérünk, Haragnap végítélője, nagy ura, kegyelmet adj és irgalmat, hogy néped ártó ne dúlja. Erény, dicsőség, hódolat az atyának és fiúnak, s vígasznak ki a szent lélek. Örökkön, míg tart örök élet. Ámen.